A március 10 és 12-e között a Nagybányai Szentháromság katolikus plébánián megtartott lelki gyakorlatok meghívottja, főtisztelendő Kozma Imre oh atya, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Az irgalmasság évét ünnepeljük Ferenc pápa jó voltából. Kozma Imre atya irgalmas rendi szerzetes. Úgy gondolom, hogy az irgalmasság szentévében, hogyha egy irgalmas rendi szerzetes tart egy lelki gyakorlatot, annál jobb nem is lehet. Ez az egyik. Másrészt az atya alapította a Máltai Szeretetszolgálatot Magyarországon, ő vezeti, és tudom, hogy milyen szinten ismerik el az ő munkáját, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, akár nálunk Romániában is. És nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen kaliberű ember meglátogatja a városunkat és meglátogatja a közösségünket. Hiszem azt, hogy 24 órából 25-öt dolgozik, és Isten ügyéért természetesen. Nagy megtiszteltetés számunkra, tehát ezért hívtam meg, hogy az irgalmasság évében a irgalmas rendi szerzetes, aki egész életét arra szentelte, hogy segítsen a rászorultaknak, jó az, hogyha egy ilyen mély lelki ember, ilyen okos, bölcs ember látogatja meg közösségünket. Mi áradban van Nagybányán? Meghívtak, és az ember, ha fontosnak tart egy meghívást, akkor igyekszik annak eleget tenni. János atyát régóta ismerem, és nagyon szeretem, és ő vet rá arra, hogy jöjjek el ide egy 3 napra, és találkozzam azokkal az emberekkel, akiknek ez a templom a lelki otthona, találkozzam azokkal az emberekkel, akik az ő hívő közösségéhez tartoznak, és egy kicsit lelkesítsem őket abban, hogy megtalálják a helyüket az emberi közösségben, ennek a városnak a közösségében, és próbálkozom egy kicsit ebben segíteni neki. Első alkalommal van itt Nagybányán? Igen. Nagyon érdekes, mert a világnak majdnem minden országát megjártam már, és hát Romániában is nagyon-nagyon sok helyen, hiszen templomokat építettem, meg sok-sok szegény embert segítek Romániában, de Nagybányán még sosem voltam, és szerdán este, amikor érkeztem, és mikor azt mondják, hogy az a domb, állítólag, amikor az ember jön Szatmár felől, amikor arra a dombra ér, akkor kinyílik ebben a völgyben ez a város, és akkor telefonáltam neki, hogy látom a várost, látomásom van, és bizony örömmel érkeztem ide. Ez a templom előtti tér, ez egy olyan gyönyörű, ez egy olyan művészi, ha ismerném a polgármestert, elmennék hozzá és gratulálnék neki, mert számtalan ilyen térrel találkozik az ember a világban, de ez olyan igényes, ez olyan művészi. És elénk tárja a történelmet. Hát pontosan mutatja a gyökereket, és ugyanakkor olyan széppé teszi a jelent, hogy ritkaság, lelki öröm a számomra, ahogy kilépek ebből a templomból, és itt körül megyek ezen a téren, csodálatos. Arról nem is beszélve, hogy itt van ez a hatalmas torony, az engem még külön is szólít, hiszen Szent István nagyon közel van a lelkemhez. 3 évvel ezelőtt, amikor Rómában volt a máltai lovagoknak a 900. születésnapja, akkor annak a pár ezer lovagnak a képviseletében a Szent Péter Bazilikában én köszönthettem a Szent Atyát, és ő 16. Benedek volt, ez volt az utolsó nyilvános megjelenése a Szent Péter Bazilikában, és a lelkemre kötötte pár perces beszélgetés után, ott a templomban, a pár perces beszélgetés után, hogy vigyázzanak Szent István örökségére. És ugye Szent István öröksége mindenütt érvényes, itt is, bárhol vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy Szent István nagysága abban van. És ezért is örülök, hogy ezt a tornyot őrzik legalább, ezt a Szent István tornyot, mert Szent István öröksége
szellemi örökség azt jelenti, hogy ő Isten előtt vállalt felelősséget, érzett felelősséget azért a népért, akiket vezetett. És azt hiszem, ez mindenkorban, minden hatalmat gyakorló számára nagyon fontos üzenet, mert a bibliai értelemben a hatalom az a szolgálatot jelenti. És most akár hívő egy vezető, akár nem hívő, kötelező számára a szolgálat, különben nem jó vezető. Tehát számomra az, hogy naponta látom ezt a tornyot is, ez is erre is felhívja a figyelmemet is, és ezért megragadta a lelkemet, hogy milyen gyönyörű ez a tér, és itt az előadásban is beszéltem arról, és innen megköszöntem a polgármester úrnak, hogy ezt a gyönyörű teret létrehozták. Akkor azt jelenti, hogy szívesen térne majd vissza ide. Örömmel, hiszen ma egy pici időnk volt, és fölmentünk a hegyoldalba. Ott van egy görög katolikus kolostor, női kolostor. Oda fölmentünk, és lábunk alatt volt a város, gyönyörű panoráma. Szóval nem véletlenül nagybánya. És nem véletlenül ragadta meg a híres festők. Hát, én csak ennyit tudtam Nagyváradról, hát innen ismertem, hogy a nagyváradi iskola, festőiskola, stb. Erről azért elég sokat tudtam, de soha nem voltam személyesen itt, és egy kicsit ez is inspirált, hogy lássam ezt a várost. Hát azt hiszem, hogy a városnak a legszebb része ez a mag, ami itt van, ahol most mi is vagyunk. Miért a 2016-os év az irgalmasság éve? Egyszerűen. Miért nyilvánították éppen ezt az évet? Hát azért, mert baj van a szívünkkel, és nyilvánvalóan meg kell szelídíteni minden embernek a szívét, a saját maga szívét, hogy irgalmas tudjon lenni a másik emberhez. És hát egy kicsit, ha belegondolunk, akkor mintha irgalmatlan korban élnénk, mintha elidegenedtünk volna egymástól, mintha nem lenne egymáshoz elegendő türelmünk, nem lenne elegendő készségünk. És az irgalmasság egy nagyon fontos üzenet, mert az irgalmasság pontosan azt jelenti, hogy egymásért felelősek vagyunk, hiszen maga a fogalom azt jelenti, hogy védelem, védettség, biztonság, ez zsidó fogalomból származik, a rahamim éberül, és a rehemből származik, az anyaméh, a rehem, és a biztonság, illetve az irgalmasság azt jelenti, hogy az ember olyan biztonságot igyekszik nyújtani a másik embernek, és ekkor irgalmas szívű, hogyha olyan biztonságot igyekszik nyújtani, mint amilyen biztonságban van a magzat az anyaméhben. Hát ez aztán igazi védelmet is jelent annak a magzatnak. Hát valamiképpen így kellene egymás felé fordulnunk ezzel a vágyjal, ezzel az igényel. No meg, hogyha az irgalmasságnak a másik oldalát nézem, én mint irgalmas rendi szerzetes, a karizmája az irgalmas rendnek a hospitalitás. Ugye hospes venit, Christus venit. Ez egy régi latin mondás. Vendég érkezik, Krisztus érkezik. A vendégben mindig egy olyan ember érkezik hozzánk, akit nekünk be kell engedni, nem csak az ajtón, hanem be kell engedni a szívünkbe is. És az irgalmasoknak a karizmája pontosan ezt jelenti, hogy azt a gondozásra, ellátásra, hiszen az irgalmasok beteg ápoló rend, a beteg embert, aki érkezik hozzánk egy idegen világba, a kórház idegen világ az embernek, nem az az emberi élettere, de hogyha az irgalmasok ott egy beteg embert úgy tudnak fogadni, hogy valamit megsejt abból, hogy őt szeretettel várják és szeretettel veszik körül, ez már félgyógyulás. Tehát mi ezt az üzenetet hirdetjük és valósítjuk meg ebben a világban, úgyhogy ha így tetszik, akkor az irgalmasság éve
amit a Szent Atya hirdet meg, hiszen én voltam személyes vendége Ferenc pápának is, meghívott egy találkozóra, és beszélgettem is vele. Ez akkor történt, amikor az 50 éves papi jubileumom volt, és akkor ő meg azt mondta, hogy induljunk el a legtávolabb lévők felé. Ugye a Máltai Szeretett Szolgálatnak is alapító elnöke vagyok, és hát ez a küldetésünk, hogy behozzuk a közösségbe azokat is, akik kiszorultak a közösségből. És mikor a Szent Atya mondta ezt, hiszen az ő üzenete ez a világ számára, hogy elindulni minden ember felé, főleg azokat megkeresni, megtalálni, akik a másik ember nélkül létezni sem tudnának. És akkor azt mondtam neki, hogy Szent Atya, én 50 éve ezen az úton igyekszem járni, azt mondja, tudom, de hát azért a lelkemre kötötte, és ez megint egy fontos üzenet. Hát ha így tetszik, akkor az én szívem ketté van osztva, egyik fele a máltaiaké, másik fele az irgalmasoké, mind a kettő nagyon izgalmas küldetés, egyik a szegények felé indul, a másik a betegek felé indul, és mindegyik azért, hogy az embereket visszahozzuk, a szegényt visszahozzuk a közösségbe, hogy otthon legyen, a beteget meggyógyítsuk azért, hogy örülni tudjon az életnek. És hogyan indult erre az útra? Hát nem is tudom. Talán ha a máltai küldetésre gondolok, akkor elsőben nagyapám volt, aki a legfőbb tanító mesterem volt, egyszerű falusi ember, aki 8 éves koromban kötötte a lelkemre, édesfiam, ne feledd el, az élet nem saját tulajdonunk. Az életünk arra való, hogy elajándékozzuk. Az életünk a másik emberé. Tehát, ha értelmes életet akarunk élni, akkor szolgálni kell egymást. És valójában ez tesz boldoggá is bennünket, mert az emberek boldogtalansága, amit látunk magunk körül, pont ebből van, hogy csak magukra gondolnak, pedig ha másokat boldoggá tennének, akkor ők is boldogok lennének. Sokszor elég az egymásra figyelés. Pontosan, untig elég. Tehát igazából ő indított, aztán mindig voltak, akik ebben bátorítottak, meg lelkesítettek. Aztán amikor találkoztam azzal, hogy a szegény ember betegebb is, mint a jólétben élő ember, és akkor tettem egy másik lépést az irgalmas rend felé, hogy valamiképpen azt a szellemiséget megteremteni, ahol a pénztelen szegény emberekre is odafigyelünk akkor, amikor betegek és rászorulnak az ellátásra. Tehát ez is magától értetődő volt. Tehát ilyen két folyó, ami talán összefolyik. És akkor a szegényebb ember az lelkileg gazdagabb sokkal. Ez teljes egészében független. A gazdag is lehet jó lelkű, és a szegény is lehet rossz lelkű. Tehát ez megint egy szellemiség kérdése, ami azt jelenti, hogy meg kell az embernek barátkozni azzal, hogy a szeretet a legnagyobb kockázatvállalás. Hiszen éppen ma reggel erről beszéltem itt a templomban, hogy a szeretet drámai. Németh László, a nagy magyar drámaíró, szerintem a 20. század legnagyobb magyar drámaírója volt, mondotta, az élet műfaját tekintve dráma. És ugye ez ezt jelenti, aki szeret, az kiszolgáltatja magát. Aki szeret, azzal vissza lehet élni. Tehát drámai, viszont nincs más lehetőségünk. Aki ezt nem vállalja, az megszabadul sok minden feszültségtől, gondtól, bajtól. De lelkileg üres lesz. Üres lesz, és megmarad magának. Lezárja a maga kicsiny világára az egész életét. Így nem érdemes élni. Egyébként egyszer együtt találkoztam Németh Lászlóval és Vörös Sándorral, a verselővel, és hát egy harmadik ember is volt ezen a beszélgetésen, Borsos Miklós, aki erdély szülötte, és az ő tihanyi otthonában voltunk négyen együtt, és amikor erről beszélt Németh László, akkor Vörös Sándor fölpattant,
hogy jó, ha az élet műfaját tekintve dráma legyen, de a költészete az irgalom. És akkor megegyezett a két erős lelkű, erős szellemű ember. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nagy ajándék volt, és valóban így van, nincs más utunk. Vagy ezen az úton megyünk, vagy kár volt megszületnünk. Én örülök annak, hogy ebben a templomban beszélgetünk. Ez a templom is inspirálja az embert, hiszen a templom összeköti a földet az éggel, és mi földön járó emberek vagyunk, de bizonyos értelemben az Isten felé kell is, hogy forduljunk, és a templom erre figyelmeztet, mert ahhoz, hogy a szeretet jegyében tudjunk élni, hogy szeretni merjünk, szeretni tudjunk, ez kell isteni bátorítás, kell isteni segítés, és a templom pontosan erről szól, úgyhogy egy papot ez erre figyelmeztet, és azok, akik bejönnek ezen az ajtón, azoknak valamiképpen erre kell gondolni, hogy a földi utaink olyanok legyenek, hogy ég felé vezessenek bennünket ezek az utak, ami egyszerűen azt jelenti, hogy ezt a Istentől megkapjuk ezt a bátorságot, hogy merjünk szeretni, és legyünk irgalmasok egymáshoz. És mi az, ami lelki egyensúlyát őrzi meg az embernek? Azt gondolom, hogyha az ember lelkileg eljut odáig, ez önnevelés kérdése is. Hiszen az élet az adottság, és az embernek feladata az, hogy fölépítse a maga életét. Hát nem úgy növünk föl, mint egy gyom az árokparton, hanem nagyon sok mindent be kell fogadni az embernek ahhoz, hogy fölépüljön az élete, és Jézus tanítja, tehát ez rendkívül fontos ez az üzenet, aki képes erre, aki tudja elveszíteni az életét mások szolgálatában, az megnyeri az életet, annak lesz lelki békéje, annak lesz harmóniája, nem könnyű út ez, de nincs más út, aki nem ezt az utat választja, az nem építette föl az életét. És másodszorban azért is fontos ez, mert aki ez ilyenek vagyunk, azt megmentjük. Mert nekünk embereknek erre van szükségünk, hogy valaki mondja, hogy jó, hogy megszülettél, jó, hogy vagy. Tehát ezek rendkívül fontosak. Ebből élünk, mindegyikünk ebből él, ebből a bátorításból, ebből a biztatásból, amit így kapunk a másik embertől. És hogyha így, ilyen lelkülettel megyünk együtt az úton, akkor egymást erősítjük, bátorítjuk. Ez az úgynevezett kísérés. Egymást kísérjük az úton, és értelmes lesz az életutunk.